Dzień dobry. Co ty widzisz? Co ty... Lovrencsics Gergő 2012. június 20-án írta le a Lech Poznanhoz. Majd 3 évre rá Holman Dávid érkezését is bejelentette a lengyel klub. A fiatal ferencvárosi támadó 1 évre érkezett kölcsönbe. Nem sokkal később Kádár Tamás is elkötelezte magát a Lechnél, így ő lett a 3. magyar légiósa a klubnak. Poznani túránk során ellátogattunk a Lech stadionjába, ahol a magyar légiósokkal beszélgettünk. Az egyértelműen látszik, hogy jól érzik magukat a lengyel városban, és ahol csak tudják, segítik egymást. Jó érezzük magunkat, az tény. Úgy gondolom, hogy jó barátság alakult ki hármunk közt. Ugye hát én voltam a kakukk tojásnál, hogy ezért nem voltam válogatott még, de úgy gondolom, hogy azért én lettem a csapat. De ez csak vicc. Szóval jól meg vagyunk. Jó, szeretjük egymást, segítjük egymást mindenben, amiben tudjuk, úgyhogy klassz, brigádom. Úgy tényleg elég jól el vagyunk, bár most, hogy a Geri csinálja a rehabilitációt, azért kiközösítettük. Nem érzem is. Tartjuk a kapcsolatot, de nem találkozunk napi szinten, viszont a kis csávóval itt napi szinten el vagyunk, már néha idegesít, de tényleg nagyon jól érzek, nagyon jól érezzük itt magunkat. Szerintem mind a hárman elmondhatjuk ezt, hogy örülünk, hogy nem egyedül magyarokként vagyunk itt, hanem tényleg itt vagyunk, mint barátok. Gergő rehabilitál, ti meg annyira nem látogatjátok, ahogy hallottam. Nem, hazudik, mert jó, a családja után mi voltunk a másodikak, akik bementek hozzá, sőt, talán mi voltunk azok. Kamusztam ez ügybe, úgyhogy... Azon kívül már rehabilitáltunk is együtt. Rehabilitáltunk is azóta. Együtt, igen, a Dáviddal. Úgyhogy szerintem csak a Tomi nem látogatta meg. Köszönöm, kivesztek ebből is. Akkor most én leszek a kakukk tojás. Nem, én is voltam benne. Segítjük, amiben lehet. Nehéz idők, de most már hál' Istennek mankó nélkül járkál, úgyhogy reméljük, hogy előbb-utóbb az öltözőben látjuk minden nap, mert azért hiányzik. És ő mennyire segít titeket, hiszen ugye ti érkeztetek később. Hát mennyire? Hát igazából nekem is ugye két év után két ilyen jó srácot kaptam, tehát én is örülök neki. Amiben tudtam, segítettem ugye a beilleszkedés szempontjából. Ugye a Tomit már régebb óta ismertem, a Dávidot most ismertem meg közelebbről. Tényleg két jó srác került ki de Poznanban. Ne röhög, nem kamuzok. Bejártuk a várost, innentől kezdve tudnak mindent, megmutattam nekik mindent itt Poznanban. Úgyhogy, pár helyet ők is felfedeztek, tény és való. Úgyhogy úgy érzem, hogy sikerült beilleszkedniük. Mindent tudtok, egyet nem, lengyelül, ahogy hallottam. Tak. Nem, hát ezért tudunk egy pár dolgot. Mint ugye jó magyar szokás szerint, hogyha külföldi a hazánk, akkor az elsőként nem a szép szavakat tanulja meg, hát mi is így voltunk vele. Úgyhogy azért már tudjuk küldeni a fenébe a másikat, így nagyon beszélgetnem, de ez elég. Ez elég. Ez elég. Mondj még... szépet, lengyel. Dzień dobry. Co ty widzisz? Co ty widzisz, panowie? Nem. Jobb, ha nem tudom, mit jelent. Mi a közös? Nem csúnya szó, hanem az, hogy csak mit nézel. Tehát igazából, hogy Coti Vizs is, ugye valami problémája van a meccsen az ellenfélnek, akkor nem küldöd el úgymond a francba. De. Durván lengyelül, most ezeket nem fogom elkezdeni, hanem csak ennyit kérdez, hogy Coti Vizs is, hogy mit nézem, mi a problémád igazából. Tehát ez a gyengébbik része. Mi a közös cél itt Poznanban? Hát egyértelmű, hogy bajnok akarunk lenni. Most ugye hát nekem meg a Tominak, hát Tominak még több, nekem kevesebb szerep jutott ebben, de úgy gondolom, hogy ezt úgy élem meg, hogy az én sikerem is. Ugye a Gergő az húzó ember volt, ő neki van ebben nagyobb szerepe, őt kérdezzétek. Hát mik a céljaink? Természetesen a bajnokság megnyerése, így sajnos a kupát nem sikerült. Mindannyian szeretnénk ugye a bajnokok ligájába játszani, ez a célunk. Ugye Tominak is egy kicsit nehezebb dolga van, két rivális elsőbséget élvez jelen pillanatban, a Dávid ugye egy hosszú sérülés után van, én most vagyok egy hosszabb sérülésben, előtte ugye tényleg alapemberként tudtam játszani, úgyhogy nehézkes egy kicsit jelen pillanatban a helyzetünk, de erősek vagyunk, úgyhogy ki fogunk ebből lábalni.
Szerintem elmondott a Geri minden, persze a bajnokság a cél, mint minden embernek, viszont remélem, hogy a közeljövőben mind a hárman kezdőként ki tudunk futni majd a pályára, és tudjuk segíteni a Poznan.